Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön Call of Duty Advanced Warfare egy kis csavarral. Most először egy olyan gameplayt láthatok a csatornámon, ami nem az enyém. Ugyanis rázok az állt elő, hogy nekem rettentő módon nincsen időm annyira játszani a játékkal, és ezért Klavi barátom felajánlotta, hogy ad nekem videót, mivel neki van ideje játszani, és van ideje videót készíteni, így aztán felajánlotta, hogy ad nekem videót, és íme ezt láthatjátok itt. Klavi barátunkról azt kell tudni, lehet, hogy aki követte a TNA Inaction sorozatokat, Black Ops 2-ben őt láthatta, vagy hallhatta, inkább úgy mondom. Egy rettenetesen jó játékos. Van egy kis saját csatornája is, link a leírásban, mutatjátok meg neki a szeretetet. Ő néma gameplayeket rak föl, igazából, hogy kinek hasznos ez, aki képes videóról csak némán tanulni, az annak nagyon ajánlom szeretettel a videóit. És nagyon ajánlom nektek szeretettel, hogy figyeljétek ezt a videót, mert hihetetlen végeredménye lett, egy. A másik pedig olyan mozgás kultúrát láthatok ebben a videóban, amit kevés játékos tud reprezentálni. Úgyhogy ajánlom, hogy figyeljétek azt, amit itt csinál mozgás kultúra terén, exo mozgás kultúra terén, nem csak arról beszélünk, hogy Call of Duty, stb. Mert hihetetlenül fejlett és kidolgozott. Nos, ennyi Klavi dicséretéről, mert még a végén én leszek féltékeny Klavi barátunkra, de tényleg nézzétek a videót, mert egy nagyon jól balanszolt mozgáskultúrával rendelkező gameplay, úgyhogy lehet belőle tanulni, és lehet jobban is jártok, mint hogyha az én bénázásomat néznétek, mert nincs időm játszani, nincs időm gyakorolni, így aztán a játék maga sem megy annyira, mennyire kéne. Viszont, mint minden Call of Duty, ami eddig megjelent, én ahogy szoktam az első presztízsben, vagy hát a nulladik presztízsben pontosabban, én fogom és gyakorlatilag átmegyek az összes fegyveren, és miért csinálom ezt? Azért, mert meg szeretném tapasztalni egyrészt, hogy mely fegyverek fekszenek nekem, és mely fegyvereket mire lehet, hogyan használni, és a fegyverek hogy fognak össze a pályával. Ugye beszéltem az NSZ sorozatban a fegyver és pálya függvényében, most egy kicsit ezt tovább fejlesztjük, és beszélünk a fegyverekről konkrétan, neveket is fogok emlegetni, úgyhogy érdemes kicsit figyelni, és nem tudom, hogy direkt csináltak így ezek a kódosok, de igazából minden kódban van így, hogy vannak olyan fegyverek, három kategóriára osztva, tehát ez egy szubjektív vélemény lesz, semmi hivatalosság, tehát ti majd eldöntitek, hogy mennyire tetszik nektek ez a meglátás. Három kategóriára szeretem osztani a fegyvereket a kódokban, és itt sincs másképp. Tehát vannak a pro fegyverek, amivel a prók mászkálnak kompetitív meccseken, és bizonyos, tehát igazából arra valók, hogy kompetitív meccseket játsszál vele, vagy amikor statot akarsz hozni, tehát olyan fegyverek. Vannak a tanuló fegyverek, tehát olyan fegyverek, amik igazából semmi másra nem jók, csak hihetetlenül felbasszák az agyadat, de a végén, hogyha megtanulod őket kezelni, rájössz, hogy sokkal jobban megy a célzás. Továbbá vannak a fan fegyverek, amik semmire nem jók, csak hihetetlenül móka és élvezet játszani velük, de amikor játszol velük, fel vagy rá készülve, hogy a KD arányod nem éppen a kedvenced lesz. Na most ezt a három kategóriát fogjuk átvenni, fogok említeni néhány fegyvert, és hogy mit gondolok róluk, hogy miért fán, és stb. Miért pro fegyver, és meg fogom említeni azt is, hogy miért talán nem kéne őket nörfölni, és esetleg ha kéne, akkor kéne, de úgy gondolom, hogy ebben a kódban majd rá fogok térni, miért nem szükséges a fegyverek nörfölése. Remélhetőleg nem is fogják megtenni. Persze, mint minden kódban van egy uralkodó fegyver, azért itt a bal, kód 4-ben AK, MV3-ban MP7, Black Ops 2-ben ugye MSMC MP7 kombó, tehát minden kódban azért van egy uralkodó fegyver. Ugye ezt a kódot már is elnevezték Ball of Duty-nak, tehát Ball of Duty, mert Ball 27-tel mászkál mindenki, de mindjárt kitérünk arra is, hogy te miért kell legyél bölcsebb, mint hogy azzal a fegyverrel mászkálj folyamatosan. Na, térjünk rá most már a fegyverekre. Kezdjük a fun fegyverekkel, mert attól reméljük a legkevesebbet. Azt kell mondjam, hogy az Assault Rifle-ök között nem fogsz találni olyat, ami igazán fun fegyvernek való, inkább pro fegyverek vannak és tanuló fegyverek, úgyhogy ezt gyorsan átugorjuk. Tehát fun fegyverek konkrétan submachine gunok között találsz, úgy gondolom, egy
SAC3, tehát SAC3-at fogod megtalálni azt, ami úgy gondolom Akimbóban jön csak. Nagyon erős is egyébként, de kurva jó móka vele játszani, szóval én azzal élvezem, hogy szinte a legjobban a játékot, nem akarok statot hozni, csak mókázni, és időnként bizonyos szituációkban tudod, mikor négyen jönnek körülötted, és megoldottad, mert leszedted velük, és így jó. De nem tudsz vele olyan kifinomult magas statot hozni, mert egyszerűen a fegyver hosszú távú effektivitása szar. Ez lenne a submachine gunok között. Aztán van a heavy weapons, ugye az LMG-k között. Az EM1, a lézerfegyver, kurvára szerintem nagyon jó móka vele játszani, de viszont nagyon jó statokat is lehet vele elérni, hogyha kitapasztalod, hogyan kell vele jó játszani. Úgyhogy ez balanszolódik egy móka és egy tanuló fegyver, VS Pro fegyver, tehát ez egy ilyen 3-as átfogó kategória, de én inkább a móka felé tenném, mert szerintem egy élvezet vele játszani, hogy lerombolja az embereket, hogy őszinte legyek. Egy újabb fanfegyver, az XMG, Akimbóba jön, automatikus lövés, azért nem rossz, tehát elmegy. A másik pedig ennyi gyakorlatilag, de azt el kell ajánlom nektek, hogy az LMG-k úgy gondolom, hogy minden kodban már az a szintű fegyver használat, én mindig utolsónak használom, és mindig nagyon későn kerül rá sor, amire én elkezdem használni az LMG-ket, mert azok már azok a fegyverek, ami magas fokú, hogy is mondjam, magasabb fokú, bocsánat, ez nem jó, tehát magasabb fokú kezelhetőséget, tehát játékismeretet igényel, mivel ezekkel a fegyverekkel nehezebb mozogni, nehezebb célozni, stb. Ezért egy kicsit jobban hozzá kell szokni a játékhoz, hogy ezeken a fegyverekkel effektíven jól tudjon játszani. Észre is veszitek, hogy az emberek mennyire későn kezdenek el játszani LMG-kkel, tehát ez alól én sem vagyok külön. Nos, a következő... móka fegyvereknek ajánlanám a shotgunokat, az összeset, mert hogy őszinte legyek veletek, lehet, hogy itt ellenkezni fogtok, de itt, ebben a kodban a többihez képest a shotgunok kifejezetten haszna vehetetlenek. Esetleg a Tech 19 az valamivel lehet vele alkotni, de az is akkor is csak kifejezetten móka fegyverek tekintetében megy. A Heavy Shield MDL azokról le is beszéljünk, szóval ugye móka. Nos, beszéljünk most akkor arról a bizonyos tanulófegyverekről. Azok a tanulófegyverek arra szolgálnak, és érdemes, hogyha úgy érzed, hogy nem célzol valami jól a kodban, hogy mit jelent jól célozni, tehát az céloz jól a kodban, akinek az első 3 golyója hit, azért mert gyakorlatilag minden kódban az első 3 golyóval ölni tudsz bizonyos távokon. Tehát ha az első 3-4 golyód rögtön talál, akkor te jól célzol a kódban. Azért céloznak egyesek jobban, mint mások a kódban, mert azok a bizonyos első 3 golyók nem találnak. Tehát van, akinek talál. Ha megnézitek például ugye Klavinak a gameplayjét, az első 3 golyó 10-ből 8-szor talál nála. Ezért jobb, ezért gyorsabb. Ezért tűnik gyorsabbnak, mert nála az első 3 golyó. Mert a legtöbb embernek nincs se beállítva az egere, nincs beállítva a játék, és ahogy lő, vagy nincs hozzászokva célzáshoz, és ahogy lőnek, az első lövés az mellé megy, és utána igazítanak hozzá. Gyakorlatilag, és vannak a jó lövészek, akik sokat gyakoroltak, jobban megy nekik, azoknak rögtön az első golyót talál. És itt rátérünk az olyan fegyverekre, amelyekkel ezt elérheted, mert rákényszerítenek arra, hogy pontosabban céloz, mert hanem nem fog menni a játék, és emiatt mondjuk eleinte rettenetes módon fel fogják baszni az agyadat, úgyhogy erre készüljél fel, hogy ez nehéz lesz megtanulni, célozni ilyen fegyvereket, de ha menni fog, utána mindennel könnyebb lesz, ha megéri a befektetés. Az Assault Rifle-ök között ilyen például az ARX 160, tehát mindenféle automata fegyver, így is mondhatnám, egy bizonyos módon segítenek megtanulni célozni. Tehát ARX 160, IMR, nagyon érdekes egyébként ez az IMR fegyver, a leírása szerint 3D nyomtatás használ arra, hogy megalkossa a golyókat, és úgy lövi ki. Fantasztikus. Marha jó, tehát IMR, ez is egy ilyen fegyver.
és az MK14, minden single fegyver is képes erre, tehát MK14, IMR és ARX, az a Assault Rifle-nak között, ezek olyan tanuló fegyverek, amivel meg lehet tanulni lőni, úgy gondolom. Submachine gunok között igazából, amiért jó, amiben megsegít tanulni, kezelni magát ezt a fegyver típusokat, az a KF5, semmilyen attachment nélkül, tehát nagyon fontos, semmilyen attachment nélkül, mert segít hozzászokni a kilengéshez. Úgyhogy egy nagyon jó tanuló fegyver, de semmilyen attachment nélkül a KF5 a submachine gunok között. És számomra azt vettem észre, hogy eddigi csúcs tanuló fegyverek tekintetében az a LMG között van, és az az EPM3, a plazma fegyver, ami kisül egy idő után, de egyesével lő, ahol, tehát az volt nálam a csúcs, amivel olyan szinte kurta az agyamat, de az biztos, hogy egy-két kör játék után, ezzel a fegyver után valahogy hirtelen elsőre találtam mindent, szóval ajánlom figyelmetekbe az EPM3-at, mint tanuló fegyvert. Nos, és most egy kicsit beszéljünk, tehát nagyjából ezeket gondolom, a csipák minden tekintetben kiesnek ebből a részből, természetesen aki csipázik, és Iron Sight-ig lövi a csipát, fölrakja az Iron Sight-ot, az a hihetetlenül jól meg lehet tanulni célozni, de úgy gondolom, hogy már egy nagyon-nagyon hosszú idő óta, mondjuk úgy MV2 óta, tehát után, MV2 után minden kódban egy csipák egy külön klaszt alkotnak, amivel ha bár megtanulsz jól célozni, nem feltétlenül tanít meg jól célozni a többi fegyverrel is. Én ezt így látom. Tehát például, hogyha COD 4-et nézzük, én úgy gondolom, hogy a legjobb tanulófegyver a G3 volt, és nem mondjuk egy csipa, vagy bármi, ami bár kényszerített arra, hogy pontosan célozni, a csipák egy külön kategória volt ebből a szempontból, úgyhogy ezért is nem beszélve, a csipák, aki csipázni akar megtanulni, az bele kell ássa magát, csak magát azonban bizonyos csipákban, mondjuk ahogy az NST 4. részében is beszéltem a csipákról. Nos, ennyit a csipákról, most jönnek azok a bizonyos prófegyverek, és ugye ez a kód azért el van híresülve a Ball of Duty-nak, tehát mindenki Ball 27-tel mászkál. Ittam egy keveset, és ami egy nagyon jó dolog, de viszont egy nagyon rossz dolog is, azért mert tudjátok, azért kódban mindenki jó eredményt szeretne elérni, és sokat szeretne ölni, és a többi, de addig nem fogsz hogy semmit elér igazából, még nem tanulod meg a játékot. És meg lehet tanulni a játékot pro fegyverek által is, de sokkal gyorsabban tanulod meg a játékot, hogyha kitapasztalod, hogy melyek azok a fegyverek, amivel jobb többet tanulsz, mint hogy helyből jó vagy például. Na, de ezek a pro fegyverek azok a fegyverek, amivel úgy gondolom, hogy a kompetitív játékot akarsz játszani, érdemes őket választani. És nem beszélve arról, hogy külön kategóriára tudom még ezeket osztani, hogy kinek mit ajánlani. És kezdjük úgy, hogy Ball 27, jó? Tehát Ball 27 egy teljesen automatikus fegyver, és az Assault Rifle-ok között a legnagyobb golyószórási képességgel rendelkezik, nagyon gyorsan lő, minden pályára jó. És ugye erre mondják, hogy új, hát jó lenne egy kicsit levenni az erejéből, mert túl erős. Úgy gondolom, hogy nem. Mert egyrészt, ha kompetitíven játszanak az emberek, tehát bajnokságokra mennek, van egy fegyver, amivel egyenlően mindenki ezt fogja választani például, és kivéve azok, akik jobban értenek valami másik fegyverhez, és egyenlőséget teremt a játékosok között bajnokságokon. Úgyhogy úgy gondolom, ez a fegyver egyelőre így teljesen rendben van. Attachmenttel, attachment nélkül ezzel a fegyverrel nagyon jól lehet lőni. Az érdekessége, hogy ennek a fegyvernek a kigyorsítása, tehát a golyószórási képessége, ahogy elkezdesz lőni, idővel egyre gyorsabb lesz. Magyarul az első három golyót lassabban lövi ki, mint az utána lévő következőket. Kinek hasznos ez a fegyver? Pontosan azoknak, akik az első három golyót mellé lövik. Azért, mert nem veszít ezzel sok golyót, miközben kilősz a tárgyat. Az első három golyót mellőlövöd, semmi gáz, mert azt úgyis lassabban töltötte ki, kevés golyó ment el a tárgyból. Na de ha a többivel találsz, és ez
tulajdonság azoknak az embereknek, akik mellőlünk az első hármat, hogy utána rögtön, hogyha több ellenfél is van egymás mellett, rögtön utána jól céloznak. Tehát pontosan céloznak ezért. Nem számít az első három golyó, mert az segít becélozni, és utána többivel darálhatod le az ellenfeleket. Szóval a bal 27 azoknak, akik elsőre mellélőnek a golyókkal. Akár 12, semmi extra, ez adja a legnagyobb mobilitást, szerintem kodban az elhanyagolható mobilitás. Ez az a fegyver, amit választhatsz, hogyha pro, tehát semmi extra. Jó, mindene jó, egy általános fegyver, ami igazából mindenkinek kényelmesen fekszik. Tehát, szóval ezt a mondani az AK-12-ről, viszont ami a másik érdekesség pro fegyver, a HBRA-3. Ez azoknak jó például, ez pedig a első három golyót a HBR 3 gyorsabban lövi ki. Na most ez azért jó azoknak jó, akik elsőre pontosan céloznak. Mert ha az első három golyót gyorsabban kimegy, gyorsabban okozol nagyobb sebzést, és a negyedik már ölni fog. Nem is mondanék többet róla. Nagyon jó fegyver, nagyon pró fegyver, nekem ez a kedvencem. Ez nálam vitte a pálmát, hogyha arról van szó. És ki is fújtunk a pro fegyverek tekintetében, a Assault Rifle-öknél, Submachine Gun-oknál, KF-5, Attachment-ekkel, és gyakorlatilag be is halt a dolog. Tehát ASM-1 igazából az is nagyon jó, azzal is Attachment-ekkel, ha felszereled, nagyon-nagyon jó tud lenni. Tehát KF-5 és ASM-1, ennyit tudok mondani róluk. A heavy weaponsöknél igazából azzal ugye senki nem játszik, de kompetitív meccseken, szóval látjátok, kevés fegyver van, amiről úgy gondolom, hogy igazán kompetitívságra megfelel, és ezért nem kellene őket nörfölni, békén kellene lenni, tehát bal 27, AK-12, HBRA, és a Submachine Gun-oknál pedig KF-5, MP11-ecske, de csak nagyon close quarters, tehát ilyen közel távra, és ASM-1 ugye. Szóval ezek lennek azok a fegyverek, amire úgy gondolom, hogy azok igazán kompetitív meccsekre, és ezért nem kellene őket nörfölni, hogy bár ha nörfölik, akkor egyenlő mértékben nörfölik az összeset, de ha nörfölik, akkor lesüllyesztik őket a többi fegyver szintjére, és akkor elvész nekik ez a kompetitívságuk, ami adott. Tehát én így gondolom, kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok, ha eljutottatok a videónak ehhez a pontjához. De ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet, remélem élveztétek Lavinak a gameplayjét, szerintem nagyon jól játszik a gyerek, és hát a következő videóig, sziasztok! Taking Alpha. Securing Charlie. Alpha. Good job, Atlas.